neki dolog, hogy te, Uramat, minnyáján életében a legnagyobb pillanat, Uram, az volt, amikor te megtaláltad bennünket. Uram, amikor megismerhettünk téged, amikor megnyílt a szemünk, Uram, és elkezdtünk látni téged, Uram, látni a valóságot, Uram. Hálát adom te neked ezért, Uram, hálát adom, és köszönjük neked ezt, Jézus, köszönjük, Uram, a te irgalmadat és a te kegyelmedet, Uram, hogy utána nyúltál. Uram, köszönjük, hogy a mi ellenségeskedésünk neked, a mi bűneink, a mi gyengeségeink, Uram, ez nem volt elég erős ahhoz, hogy meg tudnál menteni, Uram. Köszönjük, Uram, mert a te irgalmad az nagyobb, Uram, a te kegyelmed nagyobb, Uram, ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelmed még inkább bővölködik. Uram, dicsérünk téged ez, és köszönjük, Uram, hogy te ugyanolyan vagy a mai napon is, Uram. Ugyanolyan vagy a saját életünk felé, Uram. Ugyanolyan vagy a családjaink tartalmai felé, a barátaink felé, ismerőségi felé. Ugyanolyan vagy minden ember felé, Uram, te nem változtál meg. Azzal, Uram, hogy bennünket megtaláltál, Uram, te nem hagytad abba, Uram, hogy mindenkit megkeresél, mindenki, aki elveszett. Uram, a jó pásztor az az egyetlen egy elveszettére elmegy. És köszönjük neked, Jézus, hogy te jó pásztor vagy. Uram, te nem olyan vagy, hogy mi sokszor gondolkozom róla. Tehát ha egyetlen egy lenne a világon, Uram, elmennéd és megkeresnéd, Uram, azt az egyetlen egyet. Uram, dicsérünk téged ezzel. Köszönjük, Uram, hogy a te szeretetedben nincsen félelem, Uram, te nem félsz semmitől, Uram. Hálát adunk neked ezzel, hogy ugyanaz a szeretet van bennünk is. A te erőd, Uram, az Istenek az ereje. Uram, dicsérünk téged ezzel. Köszönjük, Uram, hogy mindnyájan a te képed és a te hasonlatosságod vagyunk. És Uram, ami bennünk van, az nagyobb, ami bennünk van, nagyobb, mint aki ebben a világban. Köszönöm neked, Jézus, hogy te ma is gyógyító Isten vagy, Uram, meg tudsz gyógyítani mindnyájunkat minden betegségtől, mert te meggyógyítottál a kereszten, Uram, minden betegségünket hordoztad a kereszten, és Uram, látjuk, Uram, azt, hogy te minden a te testedben volt, minden fájdalmat, Uram, minden gerincsér, Uram, minden tavallat, Uram, mindenféle gyulladás, fertőzés, minden a te testedben volt, Jézus, halleluja. És mi, Uram, ezért vagyunk szabadok ettől, a Jézus Krisztus nevében. Minden fájdalomtól, te vagy, Uram, a fájdalmaknak a férfia, és a betegség ismerője, Uram, köszönjük neked, te elhordoztad a bűneinket, elhordoztad a betegségeinket, Uram, a gondjainkat is átvettük, Jézus, mert neked gondod van ránk, hálát adok neked ezért, köszönöm, Uram, hogy otthon is, akik anyagi nehézségbe küzdenek, vagy itt is, Uram, ezt a gondot is rávettük, Uram, te csodatevő Isten vagy, Uram, a tudsz adni munkát, tudsz adni vállalkozást. Uram, a száraz időben vetett az izsákkor, ami 100 annyit aratott. Köszönjük neked, Jézus, halleluja. Köszönjük, Uram, hogy a te áldásért te nem vontad meg, Uram. Te a jókra és a gonoszokra felhozod a te napodat. Dicsérünk téged ezért, Jézus. És Uram, elismerjük, hogy nincs nálad nagyobb, nincs nálad hatalmasabb, nincs nálad nagyobb gondolata senkinek, mint neked, Uram, mint a te igéd, a te szavad, a te beszéded. Jézus, dicsérünk téged. Köszönjük, Uram, hogy a te igéd minden bilincset megtör, Uram, minden zárat, minden falon átmegy, Uram, dicsérünk téged ezért, nincs előtted lehetetlen. Uram, ami a mi szemünknek lehetetlen, neked nem lehetetlen. Uram, te vagy minden léleknek a teremtője, az egész föld a tiéd, minden, ami rajta van, Uram, a tiéd, hálát adunk te neked ezért. Köszönjük neked, Uram, hogy ebben a városban és a Jeruzsálemben a te igéd fut, Uram, és erősödik, Uram, és egyre többen követik a hitet, egyre többen lesznek tanítványok. A Jézus Krisztus nevében, Uram, nincsen megragadó gondolat a te igénynél, Uram. Nincsen tisztább világosság és valóság nálad, Jézus, halleluja. Uram, hálát adom te neked ezért. Köszönjük, Uram, hogy a te országod eljött, az Istennek a királysága, erővel és hatalommal, Uram. Dicsérünk téged ezért. Köszönjük neked, Uram, hogy az Istennek az országa jött le te benned, Uram. Hálát adom te neked ezért. Hálát adom te neked ezért. Köszönjük, az nem emberi építmény, nem emberi kezeknek a csinálmánya, nem embereknek az erejétől meg, Uram, hanem az Istennek az ereje által. Uram, dicsérünk téged ezért, és Uram, bárhol vannak a testvéreink, Uram, vagy még nem úgy látszik, aki a testvéreink, Uram, köszönjük neked, te mindenhol megáldozt bennünket, mindenhol hívod, vonzod az embereket. Uram, imádkozunk így a magyar közösségeire ebben a városban is. Köszönjük, Uram, hogy te elhívtad őket, és Uram, benned nincsen zsidó, nincs magyar, nincs kínai, nincs filippino, hanem mindenkiben a Krisztus, Uram. Köszönjük neked, mindenkiben az Istennek a képe, az Istennek az ábrázata. Hálát adunk neked ezért, hogy ez áttör, Uram, minden magaslatot, Uram, mindenféle ismeretet, ami a te ismereted ellen emelteted, Uram. A Jézus nevében lerontjuk ezeket, Uram, hogy minden csak a te ismereted, Uram, az a legjobb mindenkinek. Uram, az uralkodjon, Uram, és fogolját teszünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, Uram. Hálát adunk
adunk te neked, ezért köszönjük neked Jézus, te akarod a legjobbat minden embernek. Te szabaddá akarsz tenni minden ember. Teljesen szabaddá, teljessé, tökéletessé tetted Uram magadban a Golgotai kereszten, és a te feltámadásod által. Jézus, dicsérünk téged, köszönjük Uram, nem egy vallást hirdetünk Jézus, hanem téged az életet, Uram, aki megvilágosít minden embert, Uram. Mindenhol, Uram, felekezetekben, felekezeteken kívül, Uram. Te életed megvilágosít minden ember. Uram, dicsérünk téged ezért. Köszönjük neked, Uram, semmilyen okkult erő, Uram, nem hatalmasabb nálad. Semmilyen más filozófia nem erősebb, mint te, Jézus, halleluja. Uram, te vagy az, aki igazán transformálod az embert, Uram. A sötétségből a világosságra, a gonosz hatalmával az Istenhez térjenek, hogy oda változzon meg a gondolkozásunk, Uram, minden embernek. Köszönjük, Uram, hogy te vagy a legnagyobb erő, Uram, te mindeneket magadhoz vonzol. Uram, dicsérünk téged ezért, Jézus, halleluja. És köszönjük, Uram, hálát adunk neked minden áldásért, amelyet megáldottál bennünket. Köszönjük, Uram, mindaz, amit még nem is látunk, amit el se tudunk képzelni, Uram, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg se gondol, amit te készítettél, Uram, de a te szellemed, Uram, kijelent, te szellemed leleplezi, Uram, mindjárt előtt. Uram, dicsérünk téged ezért. Köszönjük neked, drága Szentlélek, hogy te vagy Istennek a jelenléte. Te vagy Istennek a valósága, Uram. Köszönöm neked, hogy a te világosságod által látod világosságot. Halleluja. Uram, köszönjük neked. Köszönjük, Uram, a te bátorításodat, a te vigasztalásodat, a te örömödet. Uram, add mindjárt a bölcsességnek és a leleplezés, kijelentésnek a szellemét a te megismerésedben. Uram, téged akarod megismerni, Jézus, nem tanokat, tanításokat, hanem téged, Uram, az élő ellen Isten, az igazi lényeget, az igazi szubstanciát. Uram, dicsérünk téged ezért. Köszönjük, Uram, hogy teljesen átjársz bennünket, Uram, mindnyájunkat. Uram, aki nincs itt, őt is, halleluja. Uram, dicsérünk téged ezért. Uram, mert egy nagyon-nagyon jó Isten vagy, nagyon-nagyon jó apa vagy. Hálát adunk te neked ezért. Uram, minden a családod vagyunk, Uram, a fiaid, a te gyermekeid, Uram, köszönjük meg ezt a jelenlétedet, Jézus nevében, amen. Szeretettel köszönjük.